Szándékosan félrevezette a brit parlamentet Boris Johnson egykori miniszterelnök egy csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentés szerint. Az ügyet vizsgáló törvényhozási bizottsága több mint egy éven át tartó vizsgálat után arra jutott, hogy Johnson kirívó szabálysértést követett el, ami 90 napos parlamenti felfüggesztést indokol. A döntés ugyanakkor jó részt szimbolikus, hiszen a politikus néhány napja jelentette be, hogy az ellene folyó vizsgálat elfogultsága miatt visszaadja képviselői mandátumát. Johnsont azért kezdték vizsgálni, mert a pandémia alatt a járványügyi korlátozásokat figyelmen kívül hagyva részt vett több a Downing Street 10-ben rendezett partin. A korábbi kormányfő a múlt héten közölte, hogy a vizsgálóbizottság, amelyben saját pártja rendelkezik többséggel, boszorkányüldözést folytat ellene, hogy kiűzze őt a parlamentből.